Legutóbb azzal búcsúztam el, hogy ebben a részben beindítjuk az agregátor motorját. És ez meg is fog történni, de csak később. Előtte lesz egy kis elektrotechnika óra. Ez egy háromfázisú generátor, és ha minden rendben van, akkor ugyanazokkal a tulajdonságokkal rendelkezik, mint a nagy hálózat. Van itt ebben a szekrényben 6 műszer, amivel ellenőrizhetjük, hogy valóban jól működik-e. Sajnos ezek közül csak kettő mutat valamit. Az egyik egy egyszerű időmérő, ami ebben az esetben a munkaórákat számolja. Eddig 2383 munkaóra van a motorban, ami 1982 óta nem sok. Persze elég, ha ebből csak egy fél órát ment olaj vagy hűtés nélkül, de most nem ez a lényeg. Vegyük úgy, hogy vigyáztak rá eddig. Az elmúlt 40 évben azért fejlődött a technológia is egy kicsit. Közben például lett internet, ahol lehet vásárolni. Ez meg is történt. Rendeltem új műszereket ezek helyett, kicsit modernebbeket. Amíg megérkezik a futár, gyorsan tekintsük át, hogy érthető legyen, mi is történik majd később. Egy háromfázisú konnektorban 5 csatlakozó található. A három fázis, a nulla, illetve a földelés. A fázisokat régebben, amikor ezt összerakták, RST-nek nevezték. Manapság inkább L1, L2, L3-nak szokták, de maradjunk most az RST-nél. Feszültséget mindig két pont között tudunk mérni. A mértékegysége volt. A tökéletes feszültségmérőnek végtelen az ellenállása, vagyis semennyi áram nem folyik át rajta. Ilyen nyilván nem létezik, de ebből kiderül, hogy a feszültségmérőt mindig párhuzamosan kell bekötni a hálózatba. A nulla, illetve bármelyik fázis között 230 voltnak kell lenni. Ezt fázis feszültségnek nevezik, bármelyik két fázis között pedig 400-nak. Ez a vonal feszültség. Elhelyeztek itt a jobb felső sarokban egy feszültségmérőt annak idején, és elég legyen egy műszer, ezzel a kapcsolóval oldották meg. Ezzel tudjuk változtatni, melyik feszültséget mutassa. Az R és T fázis közötti, az R és S fázisok közötti, vagy az S és T fázisok közötti. Ezek közül mindegyiknek ugyanannyia kell lennie, vagyis 400 voltnak. Itt a másik oldalon pedig a nullához képest méri egyesével az R, S, illetve a T fázisok feszültségét. Itt mindegyik állásban 230-nak kell lenni. Ez a három műszer itt fent áramerősség mérő. Minden fázishoz tartozik egy. Tökéletes áramerősség mérőnek nulla az ellenállása, és mindig sorba kell kötni a fogyasztóval. Hát logikus, ha belegondolunk, hiszen úgy tudja mérni az áramot, ha az átfolyik rajta, akár csak a vízóra. Ez sajnos magában hordozza annak a lehetőségét, hogy amikor tönkre megy a műszer, akkor megszakad az áramkör is egyben. Mivel ez már megtörtént a mi esetünkben, valószínűleg ezt megoldották azzal, hogy egyszerűen mindkét vezetéket az egyik csatlakozójára kötötték, hogy működjön továbbra is a generátor. Ha mérni tudjuk az áramot, akkor ki tudjuk majd számítani a fogyasztók teljesítményét, de erre visszatérünk később. Most térjünk át a frekvencia mérőre. Ez a legnagyobb az összes közül, és még működik is. Ugyanakkor, ha már megbontjuk, ebből is be fogunk építeni egy digitálisat. Ugyanis 400 dinárba, vagy ha úgy számoljuk, egy doboz cigaretta árába kerül. Ugye a váltakozó áramú rendszernél a feszültség folyamatosan egy úgynevezett színuszgörbe alapján változik. Ez gyakorlatilag egy ilyen hullám. Hogy ne bonyolítsuk túl, az a lényeg, hogy másodpercenként 50 ilyen hullám legyen. Ennek a herc a mértékegysége, és ez egyébként a motor fordulat számától függ. Minden körbefordulásnál rajzol két ilyen hullámot. Vagyis arra kell törekednünk, hogy másodpercenként 25-szer forduljon körbe. Ez percenkénti 1500-es fordulatszámnak felel meg. A háromfázisú rendszerben három ilyen színusz hullám van jelen folyamatosan, csak 120 fokkal elcsúsztatva egymáshoz képest. Vagyis más fázisban vannak bármelyik időpillanatban. De szerencsére mindjárt itt lesz a futár, mielőtt még túlságosan belebonyolódnánk. Lássuk, miket hozott. Egy voltmérő a vonalfeszültséghez, egy frekvenciamérő, illetve 3 amper és voltmérő a fázis áramokhoz. Mivel ezek jóval kisebbek, mint a régiek, új műszerfalat kellett kialakítani egy vékony deszkából. Most nézzük, hogyan is lesznek majd bekötve az új műszerek, mivel a beépítésnél nem fog látszódni a videón. Ezeknél az új digitális ampermérőknél nem kell megszakítani az áramkört, csak ezen a karikán kell átvezetni azt a vezetéket,
aminek az áramát szeretnék mérni. Ezért is lehet ilyen vékony zsinórokkal megoldani, és így, ha tönkre is megy a műszer, nem okoz nagyobb gondot. Szóval vannak a fázisok, mindegyikhez egy mérő. A karikákat ezekre a vezetékekre rakjuk majd rá, ami direkt a konnektorhoz megy, így minden áramnak muszáj lesz átfolynia rajta. És mind a három mérő a saját fázisának a feszültségét is méri majd közben. A másik kivezetésük pedig közösen megy a nullára. A vonalfeszültség mérő az R és az S fázis közötti feszültséget mutatja majd állandóan. A frekvencia mérő pedig a T fázisra és a nullára lesz kötve. Ezzel a kapcsoló gyakorlatilag elveszíti a funkcióját, ugyanis ezentúl minden egyszerre látható majd. De ha kiszereljük, akkor lesz egy lyuk a helyén, ezért most így marad. Ezek az új digitális áramerősségmérők 0,1 ampernél kevesebbet nem tudnak mérni, mivel csak 1/10-es pontosságúak. Viszont ennek az értéknek a fele, vagyis 0,05 amper elég arra, hogy egy felnőtt ember szívét megállítsa. Ezért ha nem vagytok legalább 80%-ig biztosak benne, hogy mit csináltok, kérjetek inkább segítséget. Ezt néhány szóban úgy tudnám összefoglalni, hogy az árammal ne játszatok. Most, hogy rendelkezésre áll minden adat, ki tudjuk számolni a teljesítményt is. Az egyenáramú hálózataknál nagyon egyszerű, U a feszültség, szorozva I az áramerősséggel. A teljesítmény mértékegysége pedig watt. Sajnos nekünk most nem ez van, hanem egy váltakozó áramú hálózat. Itt már többfajta teljesítmény is létezik, ugyanez a P egyenlő U szor I, de ez nem a valódi teljesítmény, hanem a látszólagos teljesítmény. A mértékegysége volt amper, a jele pedig nem is P, hanem S. A valódi teljesítményhez szükség van még egy változóra, ez pedig a koszinusz fi, vagyis a teljesítmény tényező. Nem mennék most bele részletesebben, akit érdekel, úgy is utána néz. A feszültség és az áram színusz hullámai között bezárt szögnek a koszinusza. Szerencsére itt írja ezen a címkén, hogy 0,8. Ez nem biztos, hogy mindig pont ennyi, de nekünk most elég lesz ez a pontosság, amit így elérünk. A valódi teljesítmény képlete tehát U szor I szor koszinusz fi. Sajnos ez még mindig nem a mi esetünk, mivel három fázisú rendszerünk van. Szerencsére mindig szimmetrikusan fogjuk terhelni a három fázisú rendszert, ezért a következő képlettel ki tudjuk majd számítani a teljesítményt. P egyenlő gyök 3 szor U szor I szor koszinusz fi. Ez így kicsit ijesztőnek tűnhet, de egyszerűsíthetünk rajta, mivel vannak olyan adataink, amik nem fognak változni. Például a gyök 3, az előre láthatólag mindig gyök 3 marad, az U a mi esetünkben mindig 400 lesz,
cosinus phi pedig mindig 0,8-nak fogjuk venni. Így csak az i marad, ami változik. A szorzásnál a sorrend mindegy, vagyis ha ezeket összeszorozzuk egymással, akkor megkapjuk, hogy 554,25-ször az egyik fázis áram. Ez wattban van kifejezve. Ha kilowattra vagyunk kíváncsiak, akkor ezt el kell osztanunk ezerrel. De ha ezt előre elvégezzük ezzel, akkor utána még egyszerűbb dolgunk lesz. Szóval végül elmondhatjuk, hogy amit itt mutat, ezt meg kell szoroznunk 0,5542-vel. És megkapjuk a valódi teljesítmény értékét. Vagyis, ha 5,5 kW-os lesz a búvárszivattyú, akkor itt 9,9 és 10 amper között kell majd megjelenni. Eljött végre az ideje, hogy beindítsuk a motort. Remélhetőleg minden jól van bekötve, és nem olvad össze az egész. Utána megpróbáljuk beindítani vele a morzsolót, aminek 4 kW-os motorja van, és meglátjuk, hogy mutatnak a műszerek. Először nem értettem, mi ez a 0,6 amper az S fázisnál, de utána beugrott, ahogy az előző gazdája mesélte, hogy beépítettek valamit, amivel a generátor tölti az akkumulátorokat. Látható, hogy amíg csak üresen megy a morzsoló, kicsivel több mint 4 amper fogyaszt. De hogy a kukorica eléri a dobot, ez az érték 8-ra is felmegy. Amikor pedig indul a 4 kW-os motor, akkor egy pillanatig 19 amperre is felugrik az érték. Egyelőre úgy látszik, minden működik, és szerintem egyszerre ennyi információ elég is. Úgyhogy elérkeztünk ennek a résznek a végéhez. Köszönöm a figyelmet!